Igen, és az unokahúgom hangos. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó továbbra is egy olvasóvlog lesz, nem tudom pontosan, hogy fognak kimenni, de a lényeg, hogy elkezdtem olvasni a Stage Dive sorozatot, és most elkezdtem a második részét is olvasni, aminek 2,5 oka van. A feledik ok az az, hogy esik az eső, és nincs kedvem semmi más csinálni, csak olvasni, és valamiért ez tűnt a legmegfelelőbb döntésnek, mondjuk, mert lehet, mert minél előbb meg akarok szabadulni ezektől a könyvektől. Egyébként meg a másik ok az az, hogy miután az első rész nem igazán tetszett, ez a második rész, a play, azaz futam, a dobosról szól, kettő, a hátulja alapján az egyik kedvenc trópom lesz benne, ami a tegyünk úgy, mintha kapcsolatban lennénk, és az majd jó lesz nekünk. Na most erről azt kell tudni, hogy attól még, hogy a kedvenc trópom nem biztos, hogy jó is lesz nekem ez ebben a könyvben, mert nyilván attól függ, hogy hogyan fognak kibontakozni az események, és akkor vagy tetszeni fog, vagy nem, de hát itt vagyunk, csináljuk. Legalább ezt a második részt még végig kell szenvednem. Vagy nem szenvednem. Egyébként igazából elkezdtem. Kemény 40 oldalt elolvastam belőle. Azaz gyakorlatilag két fejezetet. Egyelőre jobbnak tűnik az elsőnél, viszont hát oké, hogy már volt az egyik legértékelhetőbb karakter az előző részben, viszont amit ebben a második fejezetben villantott, az muszáj bunkó parasztnak lenni, csak úgy tényleg, ezt így tényleg szeretném megkérdezni, hogy ettől lesz valaki majd később szexi, mert hogyha ez az enemies to lovers, vagy az ellenségekből barátok dologra akarunk építeni, én azt nem szeretem, hogyha gyökerek egymással az elején az emberek. Tehát, hogy azt is meg lehet jól írni, csak nem így. Nem, én nem tudom, úgyhogy nem tudom, mi lesz, tehát hogy ne roncsuk már el Mel karakterét, légy szíves. Viszont a másik az, hogy már szerintem legalább 15-ször olvastam azt, hogy valakinek a szemében valami csillant, és hogyha még egyszer meglátom a csillant szót, falba verem a fejemet. És nem tudom, hogy ez most a fordításiba, vagy tényleg ennyiszer benne volt az eredetiben is, hogy csillan, csillan, csillan. Ennyi minden nem tud egy ember szemében csillanni. Nem mindegy, úgyhogy haladjunk vele. Aztán hát, ha ez nem lesz olyan rossz, mint az előző rész. Kiderül. Még bármi lehet. Csodálatosan nézek ki, na mindegy, ezt én már elengedtem a mai napra. Oké, első rendes update-ünk a Play nevezetű csodáról. Ezt kicsit szarkasztikusan mondtam, de ahhoz képest, hogy ezen a ponton a másik könyvben mennyire ki voltam már akadva, és mennyit renteltem, ahhoz képest itt még nem túl sok mondani valóm van. Na, akkor nézzük meg, hogy mi történik ebben a könyvben, és azt még nem mondtam el, de ez is valószínűleg nem fogom itt a spoileres részekkel visszafogni magam, mert annyira nem érdekel, hogy elspoilerezem ezt a könyvet, vagy ezeket a könyveket, vagy sem. És igen, a csúnya beszéd is becsúszhat. Szóval... csak hogy mindenki úgy nézze ezt a videót, hogy tudja, mire számítson. No! Szóval itt vagyok a 116. oldalon, illetve 115 oldalt olvastam el ebből a könyvből. És a sztori az az, hogy most ebben a könyvben Anne Rollins szemszögéből követjük az eseményeket, mint egy Anne a mesélőnk, és ebben a részben ugyebár a dobossal ismerkedünk meg mélyebben. Még nem olyan mélyen, mielőtt bárki ilyen dolgokra gondolna, ennyi. Igen, én gondoltam ilyen dolgokra, tudom. Na mindegy, de ezek a könyvek, ezek mérgezik a tudatomat. Szóval, ennek egy kicsit bonyolult helyzete van, a pénzügyi helyzete is eléggé a mély ponton van, és lelépett a lakótársa, és még tartozott volna neki lakbérrel, és maga alatt van. Viszont ő, Evelyn, aki ugye az előző könyvben volt a főszereplő, hát Evelyn mellette lakott, még mielőtt elköltözött a nagy rockstar szerelméhez, férjéhez, Davidhez, szóval ilyen szomszédok voltak gyakorlatilag, és Evelyn barátnője elhív őket Evelynékhez buliba, ahol ugye találkozik a Stage Dive-osokkal. Na most, ami miatt ez a könyvben, ebben a könyvben a csaj rajongását sokkal jobban át tudom érezni így a semmiből a pasik iránt, az az, hogy Anne
ténylegesen rajongója ennek a bandának tinikora óta. Tehát az, hogy oda meg vissza van ezekért a pasikért, ennek van egy múltja, amit nyilván ebben a könyvben annyira nem látunk, de sokkal több magyarázatot ad arra, hogy amikor szemtől szembe találja hirtelen magát mellel, akkor miért vannak olyan érzései, amilyenek. Mert hogy crusholt ezen a pasin tiniként, szóval kicsit megmagyarázottabb, mert hogy az előző részben Evelyn így egyik pillanatról a másikra úgy, hogy amúgy csak képen látta előtte Davidet, és nem is ismerte föl hirtelennyében. Hirtelen, ó, milyen pasi, és úristen a hormonjaim is. Ebben kicsit jobban megértem, hogy miért tombolnak a hormonok. Na és akkor a helyzet az, hogy Mel és Anne beszélgetnek, és Mel így a semmiből kitalálja, hogy játsszuk el, hogy te a barátnőm vagy. Elnézést. Mindig elfelejtem most nyitani a telefonom. És cserébe kifizeti ennek a lakbérét, meg berendezi a lakását. Csak játsszák ezt el. Na mondjuk, itt a... Mel egy kicsit durván tolta le ezt az egészet, tehát egy... Mel az a fajta karakter, aki ez a... Egyrészt nagyon hiperaktív, tehát így csaponganak a gondolatai oda-vissza. Másrészt néha kicsit, vagy nagyon bántó dolgokat mond, mármint, hogy így a bulin, ahol megismerkedtek ott. Hát mondott egy-két dolgot, amiben a csaj is így gondolkodott rajta, hogy pofán vágja, és én is gondolkoztam, hogy pofán vágom. De hogy még mindig nem egy olyan bunkó paraszt szinten nyomja, mint David az előző részben, meg nem egy olyan erőszakos állatmódon, úgyhogy ezt még mindig jobban tudom tolerálni, hogy csak egy paraszt, mint az, hogy verekszik. Itt vannak itt szintbeli különbségek. Szóval egy kicsit így a semmiből jött az, hogy így beszélgettek a bulin, sőt, már kb. Akkor eldöntöttem el, hogy oda fog költözni Ennhez, amikor még csak hallotta Ennt beszélni a telefonon, szóval... Ha nagyon hunyorítok, de nagyon, akkor azt mondom, hogy oké, elhiszem nektek, hogy ez így történt, de ahhoz nagyon kell hunyorítanom. Amit még értékelek ebben a könyvben, hogy tényleg a csaj gondolatai épkézlábabbak, meg hogy így van önkritikája kicsit jobban, mint Evelynnek, mert hogy igen, tehát hogy ez a tiltakozik azért az ellen, hogy itt a helyzet kialakulásán, hogy hirtelen nála lakik a kedvenc rockstára, és de úgy közben meg így azon is gondolkozik, hogy most... Tehát így benne van ez, hogy hát tiltakozni kéne ezzel a helyzet ellen, mert mi ez már, de hogy amúgy meg rávetné magát, és így sokkal jobban érzem hitelesnek ezt a fajta gondolkodásmódot, mint az előzőben, mert hogy itt így amúgy úgy van vele, hogy basszus, egyszer élünk, akár még meg is lehetne csinálni, most már neki tök mindegy, hát izé. Szóval, meg ahogy le van vezetve, ez az egész kicsit normálisabban van összehozva a dolog. Az egyetlen része ennek az egész sztorinak egyelőre, ami így ilyen ingadozó még, nem egyetlen, szóval egy másik része a sztorinak, ami még nekem ilyen ingadozó, az, hogy Anne a főnökébe bele van zúgva, aki amúgy egy... nem tudom máshogy mondani, szóval aki egy himringyó. És ez így ilyen... Mármint értem én, hogy a rockstárok is azok, de hogy így... Azért, hogyha valaki ennyire nyíltan ilyen, és így amúgy lese... Hát így kb. Semmibe veszi Ant az idő nagy részébe, csak most hirtelen ugye oda költözött Mal, úgyhogy majd ebből már lesz a Malcolm, Mel. Szóval oda költözött hozzá Malcolm, és akkor ebből már lesz a feszültség. De egy kicsit ilyen, minek vannak érzéseid a csávó iránt. Jobbat is megérdemelni egyébként, de mindegy. És igen. Szóval eddig jó ez a rész, aminek örülök, mert ha ez is olyan lenne, mint az előző, akkor... hát vagy a könyvnek, vagy nekem bántódásom esne. Mármint én okoznám mind a kettőt, csak hogy igen, hogy a szenvedést től el tudjak menekülni valaminek bántódása este. Na mindegy, úgyhogy igen, itt tartunk.
Amiben nagyon reménykedem, bár kicsit tartok tőle, mert hogy nyilván ez is továbbra is Rubin Pöttyös könyvsorozat, tehát hogy ez a tegyünk úgy, mint a kapcsolatban lennénk, ennek a legjobb része az a szexuális feszültség, ami az egész sztorin keresztül a legvégéig így van, mert hogy így nyilván ebben az a lényeg, hogy oké, úgy teszünk, mintha kapcsolatban lennénk, de akkor így a max az a csók, amit nyilván a ezer hittetés véget csinálnak. És ugye ilyenkor is szokott, az szokott a jó lenni, amikor amúgy nem csókolóznak, csak hogy hirtelen valaki, hogy jó, csókoljátok már meg egymást, és akkor rájönnek, hogy jaj, hát vannak érzéseink. Igen. Mondom, hogy szeretem ezt a trópot, csak nem mindegy, hogy van megírva. De eddig jó. Eddig tetszik. Szóval abban reménykedem, hogy így legalább a könyv két harmadáig nem fognak szexelni. Ami tudom, hogy sok, mert az ő 240 oldal lenne, de ha odáig kibírják, én már boldog leszek. Mert ha előbb elkezdik a dolgokat, akkor abból akkor csalódott leszek egyrészt, meg akkor nem tudom, hogy még mit csinálunk. Ez egy 370 oldalas könyv, szóval, hogy mit csinálunk a maradék időben, hogyha olyan gyorsan lefekszenek egymással, és akkor hirtelen már más dolgok lesznek. Na mindegy, meglátjuk, aztán még az is lehet, hogy akkor is jó lesz, ha előbb, de hogy még így reménykedem, hogy még egy mondjuk egy 100 oldalt bírjanak ki, és akkor azt mondom, hogy oké, eleget épült a szexuális feszültség. Ja, és mindeközben nyilvánvalóan mellel valami probléma van, mert hogy néha így elsötétül a tekintete, meg ilyenek. Majd reméljük, az is kiderül. És elkezdtem strigulázni, ebben most nem húzok cetliket, viszont elkezdtem strigulázni, hogy hányszor használjuk azt a kifejezést ebben a csodás könyvben, hogy valami csillan az ember tekintetében, vagy valamilyen csillogás van az ember tekintetében. És az 50. oldalon kezdtem ezt elnézni, és azóta húztam 7 darab strigulát. 7-szer csillant valami, legtöbbször általában mell szemében, úgyhogy kíváncsi vagyok, mi lesz a végeredménye, mert 50 oldal alatt ez azért szerintem sok. Nem mindegy, meglátjuk, mondom, diszkógömbök ezek a szemek ezekben a könyvekben. Mindenkinek csillog, folyamat csillog a szemük. Szóval igen, egyelőre még nem akadtam ki ezen a részen. Most mostam hajat, úgyhogy azért néz így ki. Szóval ott tartunk, hogy Stage Dive 2, és nyitom a jegyzetem. Gyorsan kell dolgoznom, mert az unokahúgom mindjárt beront a szobába visítozva, úgyhogy igen. Na, a helyzet az, hogy ez a könyv tetszik. Hát igen. Erről beszéltem. Ez a könyv, ez ténylegesen jó. Az előző az egy rakás átűrülök volt, ez viszont jó. És itt tartok, tehát egy ennyi hiányzik abból befejezni, 100 oldal. Ez az unokahúgom, igen. És amit mondtam, hogy ugye ha a kétharmadáig kibírják, hogy ne feküdjenek le egymással, én már boldog leszek. 250 oldalig bírták, úgyhogy én nagyon boldog voltam, hogy csak na, mármint az a könyvnek tényleg a kétharmadáig kibírták, hogy jó előtte volt meg két majdnem, de azt mindig valami félbeszakította, ami teljesen oké volt nálam. És ami nagyon tetszik ebben a részben az az, hogy itt sokkal egészségesebb a kettőjük kapcsolata, sokkal jobban értem, hogy ők miért éreznek dolgokat a másik iránt, és lekommunikálják a problémáikat, mármint oké, most még itt ott van a rejtély, hogy Mel miért ilyen mufurc néha, de hogy ez így ott van a levegőben, és ezt így tudja a csaj is, hogy valami van, amit nem mond el neki, és akkor mindig mondja, hogy ha szeretne beszélni róla, akkor ő itt van és meghallgatja. Szóval ez egy tök jó dolog benne, hogy nem csak az van, hogy meg vagyunk sértődve egymásra, hanem így tudják, és akkor beszélték is, hogy jó, erről majd kéne beszélni, ha mind a ketten úgy gondolják, hogy készen állnak erre a beszélgetésre. Ami egy tök jó dolog, úgyhogy köszönöm, ebben a részben legalább egy normális emberek vannak. Na igen, van néhány dolog, amit felírtam. Igen, az egyik ilyen, hogy amúgy továbbra is ezekben a könyvekben hihetetlen gyorsan felizgulnak az emberek már, mint így az egyik pillanatban nem. A másik pillanatban meg felhúznak egy cipzárt a csaj hátán, és már minden áll az égnek. Ami így
I mean, okay. Volt egy nagyon zseniális jelenet benne, amikor a szomszédból áthallatszott a Lauren és a Nate-nek a jól érezték éppen magukat, és ez áthallatszott a hozzájuk, úgyhogy cserébe ők fölálltak az ágyra, azon ugráltak, és úgy tettek, mintha ők is szexelnének, tehát gyakorlatilag ugráltak, kiáltoztak, és így zseni volt az a jelenet, és aztán még össze is tört alattuk az ágy, tehát hogy így chef's kiss, de tényleg, az nagyon jó volt. Egy problémám felmerült, találkoztak Mel szüleivel, és akkor így beszélgettek, és akkor a csaj Ann úgy meglepődött, hogy Melnek van 3 nővére, meg hogy hol lakik, és így mondom, tinikorod óta rajongasz azért az emberért. Be azt számolom, hogy mikor jöttek ezek a könyvek, ez egy 2014-es könyv, mondjuk 10 évvel akkor, hát kicsit kevesebb, mint így. Jó, nem biztos, hogy annyira ment a Wikipédia meg az internet. Jó, talán, de hogy azért ilyen interjúkból meg ilyenekből szerintem simán összeszedhette volna így a basic információkat a csávóról, szóval ezt egy kicsit nem értettem, hogy miért lepődik meg. Mármint, hogyha valaki rockstar, akkor annak a teljes élet, minden az életéről valahol megjelent. Tehát, hogyha nem is interneten, újságban is biztos volt ilyenekről szó. Tehát, azt egy kicsit nem hittem el, hogy ezeket így nem tudta a csaj előre. Volt-e benne még egy jelenet, amit nagyon tudtam értékelni, hogy szex jelenet volt, abba tudtam értékelni, hogy a csaj nem ment el egyből, tehát hogy a csávó előbb, és ezt a problémát megoldott. Tehát hogy nem is a tény maga, hogy ez így benne volt, hogy ja, ez nem feltétlenül úgy van, hogy egyből mindenki egyből jól érzi magát, hanem kicsit rá kellett dolgozni, úgyhogy ez egy tök nagy piros pont a könyvnek. És még egy probléma, amit egyszer már találkoztam egy ilyennel egy könyvben, és akkor is így teljesen WTF pillanatom volt, hogy asszonya megvolt a szex, levette az óvszert, csomót kötött rá, aztán kiment a fürdőszobába, és lehúzta a WC-t. Én meg így ültem, hogy mondom, most az óvszert húztad le a WC-n. Miért? Miért? Én nem tudom, de tudom, hogy valamelyik, lehet, hogy a barátnak tartalakban volt. Nem a szerelem egyenletében, szerintem a barátnak tartalomban volt. Tudom, hogy a molyos értékelésembe is beleírtam, hogy nem értem, miért húzta le a WC-n az óvszert az ember, mert egy másik könyvbe is belebotlottam, szintén amerikai, jó, ez mondjuk pont ausztrál könyv, de hogy ezeknek nem mondják el, hogy amúgy azt így nem kéne a WC-n lehúzni? Vagy én tudok valamit rosszul. Csak mert szerintem az nem olyan, mint a WC-papír, hogyha lehúzod a WC-n, az nem csinál dugulást, szóval bár még a WC-papír is tud dugulást okozni szerintem simán, úgyhogy na mindegy, ezek szerint az ilyen könyvekben nem használják a kukát arra, amire van. Szóval igen, itt vagyok, kevesebb, mint 100 oldal van vissza, azt hiszem amúgy, picivel kevesebb. És eddig nagyon élvezem ezt a könyvet, sokkal jobban meg van írva, mondjuk azt, vagy sokkal jobb a sztori, mint az előző részben, és sokkal jobbak a karakterek is, és főleg a karakterek miatt sokkal jobb ez az egész. Igen, egyelőre ennyi, úgyhogy szerintem ezt ma befejezem. Ezzel csak az a baj, hogy így, hogy ez jó, eddig. Nem tudom, még valami mélypont biztos fog jönni, ami miatt aggódok egy kicsit, de hogyha ez tényleg így jó lesz, akkor sajnos kedvem lesz folytatni. Bár tény, hogy a másik két férfiunk, akiről a következő két rész szól, annyira nem érdekel. De állítólag a harmadik a legjobb rész, úgyhogy meglátjuk. Meglátjuk. Na és megyek, hogy az unokahúgommal lehessen játszani, és ne roncsom be. Nos. Befejeztem. És nem is írtam szinte föl semmit. Ez a rész jó volt. Ez a rész nagyon nem volt jó, ez a rész jó volt. Nem mondom, hogy nagyon jó volt, bár igazából rámondhatnám azt is. Sokkal élvezetesebb volt, sokkal inkább volt a második felében is kedvem olvasni, mert az első rész el is laposodott egy ponton.
A vége felé, ami a drámát meg a mélypontot okozta, meg amiért az az egész úgy volt, annak az egész létezése az utolsó 50 oldalon szerintem egyébként teljesen felesleges volt, és nem kellett volna, és hogyha az nincs benne, akkor simán megadom neki még az 5 és felett, 4 és fél csillagot is. Így viszont szerintem csak 4-et fog kapni, mert tényleg nagyon jó volt az előzőhöz képest, meg fantasztikus. Igen. Nézem, azt a 2 darab pontot írtam föl. Ja, igen. Nagyon értékeltem, hogy a vége felé haladva, ahol így már szóba került, hogy Anne így gondolja meg, érti, hogy mi... Tehát, hogy ki lehetett találni, hogy Melnek mi a problémája, és miért olyan mufurc, és Anne egy ponton mondja is, hogy sejti, hogy mi lehet a probléma, csak várja, hogy majd mikor érnek el arra a pontra, hogy itt tudnak erről beszélgetni. Alapvetően a legtöbbször tényleg megoldották azzal a problémáikat, hogy beszélgettek, ami tényleg nagyon jó volt. Itt a vége felé ez a... Tehát a lényeg az, hogy... Nagyon spoileres ez is. Tehát Mel anyukája rákos. És nincs sok ideje hátra, és emiatt nyilván ugye gondterhelt a fia, meg így... Ez teljesen érthető reakció, igen, és akkor egy ponton megtudja, hogy hát eddig úgy volt, hogy hónapjai vannak hátra, most már úgy néz ki, hogy csak 1-2 hete, ami miatt először Mel átüt egy falat, aztán elkezd piálni a turnéjuk első napján, az első koncert után, és ott az anyja előtt, meg mindenki előtt, és hát úgy hirtelen ötlettől vezérelve megkéri Anne kezét, amire Anne nemet mond, és ez lesz az utolsó mélypont ebben a könyvben. Mert hogy Mel kirohan a szobából, Anne meg hazarohan, mert hogy igen, és akkor ott van egy ilyen pár nap húzavona, ami szerencsére gyorsan le van rendezve, csak a tény, hogy ez így van, mert igen. Mondjuk azt értékelem, hogy ezen nem veszekedtek, hanem így pár nap eltelt, és így lecsengtek az érzelmek, és akkor jött vissza Mel, hogy jó, egy seggarc voltam, sajnálom, mindenki sajnál mindent, és kibékültek, minden jó, ami meg az is teljesen értető, hogy egyébként ennemet mondott, mert hogy neki meg így alapból olyan tapasztalásai vannak a múltból, hogy az anyjáik részéről, hogy ő nem bízik egyelőre a házasságban, meg tény egy hete vannak együtt mellel, tehát most már hivatalosan is, tehát igen, nem kéne egy hét után házasodni, mondjuk az egy hét ismerettség után már szerelemvallások, azok nekem még mindig néha ilyen kicsit sokak, mert jó, nyilván, hogyha így ismeritek egymást régebbről, akkor azt mondom, de mondjuk a csaj részéről érthetőbb a dolog, mint Mel részéről, aki még soha nem volt szerelmes, szóval... Vannak itt dolgok, amikbe bele tudnék kötni, de nem fogok belekötni így igazából, mert hogy teljesen élvezhető volt a könyv. Egy dolgot még fölírtam, hogy ugye Mel, amiatt, hogy az anyja beteg, így volt egy-két megmozdulása, például széttört egy csomó dobverőt, mert hogy Melnek legalább egészséges a problémakezelési megoldása, mert hogy akkor leül a dobszerkója el, és igaz, hogy szétveri a dobszerkót, de legalább ez jobb, mint ha mást verne szét. Széttört pár dobverőt, átütötte a falat, meg ilyenek, és amikor David, aki az előző részben egy dobszerkonvercét, egy gitárt megszólal, hogy kéne egy kis önkontrollt növesztenie Melnek, gyakorolnia, az a megfelelő szó, akkor én meg így ülök, és így nincs csak kibeszél, csak nem az, aki mindenből a szart is kiverte. Egyébként értem én, hogy pasik és tombol a tesztoszteron, de miért kell mindent verekedéssel megoldani? Főleg, hogy a verekedés nem oldja meg a problémát általában, csak újabb problémát generál, vagy éppen csak utána oldják meg a problémát, hogy már mindenkit pépé vertek. Szóval, hogy nem tudom, én nem szeretem, mikor az emberek verekednek, mert én úgy érzem, hogy az nem old meg problémát. Én is néha érzek késztetést, hogy megüssek valakit, nem teszem meg. Pedig megtehetném, de nem teszem meg, mert tudom, hogy azzal nem nagyon haladnánk előrébb. Bár néha tudom én, hogy nem az a lényeg, hogy előrébb haladjunk, hanem csak
valakit megüssünk, de igen, tehát ez a nekem ettől nem lesz egy pasi-pasi, hogy verekszik. Nem érdekel, hogy ki van gyúrva, nincs kigyúrva, mit tudom én. Ne verekedj. Nem szexi. Szóval igen, ez jó volt, úgyhogy az a helyzet, hogy ezek után érdekel a folytatás. Így jártam, de egy bevallom, ez tényleg jó volt. Ezek után azt mondom, hogyha valakit érdekel ez a sorozat, ezt a részt csak így lépje át, mert nem. És kezdje ezzel, mert ez jó. Ez garantálom, hogy jó. Most kíváncsi leszek, mert tényleg állítólag ez a legjobb része a sorozatnak. Meglátom. Még nem olvastam el a fülszöveget, fingom sincs, hogy miről van benne szó egyébként. Viszont ez nagyon tetszett tényleg, úgyhogy tök jól megcsinálta ezt a tettetett kapcsolat trópot az írónő ebben. Illetőleg a két karakter között sokkal jobban érződött nekem az, hogy ők miért... Nem is az, hogy miért, hanem inkább, hogy sokkal kevésbé éreztem úgy, hogy ezt csak így kitaláltuk, hogy ők jöjjenek össze, hanem így kicsit több értelmét láttam, hogy ők ketten összejöttek, talán ez a megfelelő kifejezésre. A végén kapott enne egy kis kutyát, ami automatikusan plusz pont, és... Valamit meg akartam mondani. De már nem emlékszem, mit akartam mondani. De mindegy. De akkor ez a lényeg, hogy az első rész után, ami egyébként pont most exportálódik a gépemen, az szörnyű volt. Néztem magam a rendelés közben, ahogy kiakadtam. Ezen nem akadtam ki. Volt egy-két pont, amire megforgattam a szemem, de ahogy alapvetően olyan konkrét kiakadásom nem volt semmire. A szexjelenet se volt olyan túl sok. Ami volt, az túl pörgettük, mert továbbra is ez a problémám, hogy ezek a kifejezések, amiket a szexjelenetek leírására használnak, azok nekem olyanok, hogy please stop, mert nem tudom. Én úgy érzem, hogy más hangulatot és érzéseket közvetítenek nekem ezek a szavak, mint amiket akarnak. Talán így tudom a legjobban megfogalmazni az egészet, úgyhogy igen, de nem tudom, volt 4-5 jelenet, amiből 2 volt talán, vagy 3 szex, és a másik 2 meg egyéb, szóval nem volt túl sok, amit nagyon tudok értékelni. Úgyhogy ja, jó volt. Egyértelmű, hogy a dobosos rész jó volt, na. Na mondjak, az kiderül, hogy a következő az Jimmy-t követi, vagy hát nem Jimmy-t követi, hanem a csajt fogja úgyis követni. Tehát az énekes, és ott az énekes szál. Úgyhogy meglátjuk. Ja, szóval készül a harmadik rész is lassan. Legalább ezekkel, az a jó, hogy ezekkel a könyvekkel gyorsan lehet haladni, tehát még ha rossz, akkor is viszonylag gyorsan túlesek rajta. De ez most nem volt rossz, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan folytatódik, úgyhogy meglátjuk. Oké, és gyors lezárás, akkor ez volt a Stage Dive vlog sorozat második része, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. És látszik, hogy nem akadtam ki, mert sokkal rövidebb lett ez a vlog, mint a másik.